nagyon soknak a terve. Vándorolni fognak a gyerekek osztályra, osztályra, azért nem maradnak négy évig egy teremben, mert ugye a kvalitétek minden már változnak osztályra, és a szintén beszerelt nagyon nehéz. És negyedik osztály. És akkor negyedik osztályig vándorolnak a gyerekek. És utána pedig a felső tagozatban már nincs ilyen vándorlás, csak ilyen csatornán lehet. Azt mondták, hogy nincsen a Nem tudunk bemenni, csak bepillantani. A bútort az önkormányzat már kiselejtezte, de én azt gondoltam, hogy ez olyan jó szolgálatot tesz itt szépen. Különösen meg legyenek, hogy jönnek a gyerekek, főleg a korában. Tanulnak a gyerekek, korábban mindent volt, aztán a szülők javaslatára kérésére néhány évvel ezelőtt angol tanultak a gyerekek, úgyhogy tényleg nagyon jó felszerelt, és nagyon is vigyáznak a gyerekek rá, úgyhogy tényleg minden olyan, mintha most adtuk volna át. Sajátjuknak érzik a gyerekek. Interaktív táblákban minden feladatot, amit a tanárnő végezhet a gyerekekkel, aki az internet segítségével nyomon lehet követni. Úgyhogy nagyon élvezik a gyerekek. 16-18 gyermek, nem megvárom itt be. Gyermeket le tudunk ültetni a gépeknél. Hát, ha véletlenül úgy jön ki az osztályra, hogy 20-an vannak, akkor lehet, hogy beltérnek 2-1 gépnél, de korábban volt olyan, hogy 4-5-en ültek egy gépnél, amikor még a fentépületben voltunk. Ezek a gépek 4 évesek, nagyon modernnek mondhatók, de már is van a legmodernebb, úgyhogy pár héten belül lesznek cserélve ezek a gépek, és lesznek a vadonatúj számítógépek felszerelve, úgyhogy igazán leszünk látva az informatikailag, és úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen körülmények között tudjuk tanítani.